Zajlanak a munkák a bereki fólias sátorban, oktatás az aranyban, kupakgyűjtő szív a maristásoknál, feldolgozás alatt az ifjúsági kutatás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 29-én 18 óra 5 perckor. A Berekfürdői Önkormányzat kertészetében jelenleg a szántóföldi növények magvetése történik, de a fóliában már szépen nő a paradicsom, a paprika és a közterületekre szánt virágpalánta is. A részletekről Karsainé Erős Ilonával beszélgettünk. A fóliában dolgozók a fűszer paprika magot vetik tálcákba. A Start munkaprogram keretében indult kertészetben 7 hektáron folyik a növénytermesztés. 3 termálvízzel fűtött fóliasátruk is van. Lényegesen kevesebb, fele annyi fővel vagyunk most per pillanat, mint amennyi 2012-ben az induláskor volt. Hát ez ugye sok mindennek betudható. Egyre nehezebb munkaerőt találni a közfoglalkoztatásban, de így is megpróbáljuk helyt megállni. Volt egy tartósító savanyúttó tanfolyam, amit elvégeztek a dolgozók. Vannak, akik dolgoznak a feldolgozó üzemben ezzel a képesítéssel. És igen, van, akik már tényleg 9., esetleg 10. éve dolgoznak itt a kertészetben. A kezdetekhez képest sokkal többfajta növényt termesztenek, melyekkel a berekfürdői lakosokat, vendéglátóhelyeket is ellátják, valamint a feldolgozó üzem részére is termelnek. Sokkal több fajta féle növényt termesztünk. Azonokból is, hogy ugye a berekfürdő lakosokat is próbáljuk ellátni minél szélesebb körben zöldségekkel, gyümölcsökkel, és hogy minél többféle kínálatunk legyen, ezért mi is bővítettük a palettánkat, valamint a feldolgozó üzem részére egyes növényekből, amelyet ők kívánnak, nagyobb mennyiséget is termesztünk. 3 éve közel 1000 gyümölcsfát telepítettek. A fagy ellen sikerült megvédeniük füstölési technológiával a fákat, így várhatóan lesz termés. Telepítettünk gyümölcsfákat, közel 1000 darab új gyümölcsfa lett telepítve 3 évvel ezelőtt, már most szépen virágzanak. Hát még ugye a termés az még fiatalok hozzá, de már megmutatják magukat, és idén is számítunk gyümölcsre. Most a fagy ellen úgy látszik, hogy sikerült megvédenünk füstölés technológiával, és reméljük, hogy tényleg meg tudjuk kóstolni az idén is, hogy mi lesz a termés. Virágpalántát is nevelnek a település és a fürdő közterületeire és a lakosság számára. A bereki főtéren naponta meg lehet vásárolni az itt termelteket. A helyi lakosok már nagyon megszokták az elmúlt 9 évben, hogy frissen, tényleg, nagyon frissen kapják a zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen a szüretelés, leszedés után egy órán belül már a piac polcain találhatják, és ennél frissebbet, jobbat nem találnak máshol, úgyhogy szeretik, igen, és várják is. A szakember úgy véli, per pillanat ezt az időjárást még túlvészelték a szabadtéri szamócáik. Szalmatakarás van a bakhát tag között, fóliával és a pektetőszalaggal készítettünk bakhátakat, és akkor ezekben vannak beleültetve a szamócapalánták. Közé pedig szalmatakarást teszünk, hogy még kevesebb legyen a gyomterhelés. Minél inkább próbáljuk ugye így a gyomot elnyomni, hogy minél ugye kevesebb emberrel, egyre kevesebb kézi munkaerőre legyen szükség, hogy győzzük utána folyamatos betakarítást, ami évközben majd szükséges lesz. Tavaly több 10 tonna terményt állítottak elő a 7 hektáron. Ebből a legnagyobb mennyiség burgonya és a hagyma volt, de fűszer, paprika és káposzta is termett, több 10 mázsányi. A következő híranyagunkban az Arany János Általános Iskolába kalauzoljuk el önöket. Betekintést nyerhetnek az intézmény oktatási munkájába. Köszöntöm nézőket a Karcagi Arany János Általános Iskolában Szentesén Nánási Tünde intézményvezetővel. Arról beszélgettünk, hogy 19-én hétfőn visszajöttek az alsósok. Gondolom, hogy ennek mindenki nagyon örült. Igen.
Április 19-én kezdetét vette a jelenléti oktatás intézményünkben is, a második, harmadik, negyedik évfolyamon, hiszen első évfolyamunk nincsen. A gyerekek örömmel és szinte hiánytalanul megjelentek aznap, a pedagógusaim pedig azért örültek, mert ez a hosszú, kimaradt két hónap megint egy olyan időszak volt, amely után feltétlenül szükséges az, hogy pedagógusok segítsenek a gyerekeknek megérteni, feleleveníteni az elmúlt két hónap tananyagát. Azt gondolom, hogy a felsősök is várják, hogy május 10-e után megérkezzenek, addig viszont ők még otthon tanulnak. Így van, segítjük őket, igyekszünk digitális platformokon, illetve telefonos és messengeres megkeresésekkel is őket biztatni, és nem elengedni a kezüket ez alatt az időszak alatt. Nagyon várjuk őket is vissza. Ez az időszak viszont a Roma projektről is nevezetes szokott lenni, hiszen nagyon sok olyan hagyományt roma kultúrába illeszthető népdalt, stb. Föl szoktak ilyenkor eleveníteni, amire most gondolom, hogy nem volt lehetőség. Így van, intézményünk másik nagy éves programja, városi programja a Roma projekt, amely minden évben április 8-án a Nemzetközi Roma Nap alkalmából kerül megnyitásra. Sajnos ez a második év, amelyet át kellett gondolnunk és át kellett hagynunk. A gyerekek a csoportjaikon keresztül természetesen kaptak anyagokat azokról a dolgokról, amik ilyenkor felkerülnek nap mint nap iskolánk életében, de sajnos a többi városi rendezvényünket nem sikerült megvalósítani, el kellett halasztanunk, illetve jövő évre halasztjuk. Úgy tudom, hogy a Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében zajló pedagógiai napokon azonban fölkérték önt, mint jó gyakorlatot, mutassa be a megye pedagógusainak ezt a Roma projektet. Így van, a különlegessége pedig az, hogy tavaly is felkértek ugyanerre a programra, ugyanígy tavasszal, áprilisban, és akkor is a világ járvány közben szólása miatt elmaradt, és most örömmel jelenthetem, hogy ugyan kétséges volt, hogy hogyan, de végül aztán online módon április 19-i héttel megnyílnak a tavaszi pedagógiai napok. Meséljünk egy picit erről a jó gyakorlatról, hiszen itt én már az előbb jeleztem, hogy sok olyan roma hagyomány van az iskolában, amelyet tovább visznek a gyerekek, de beszéljünk konkrétumokról. Hát a magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatást nem szeretném kikerülni, hiszen ennek a folyamodmánya az, hogy a heti népismereti kötelező tanóránkon és a heti két cigánykulturális kötelező tanórákon kívül szabadidős programokat is szervezünk a gyerekeknek. Tulajdonképpen ez a projekt áprilisban ezt a cél szolgálja, és több napon keresztül foglalkozunk a roma kulturális hagyományokkal, hagyományőrzéssel, elevenítéssel. És néhány dolgot ragadok ki ezekből a napokból. Az ünnepélyes megnyitó az mindig egy nagyon emlékezetes nap mindenki számára, a meghívott külső vendégeink számára, hiszen roma tánc, roma bemutatók, a város... Kannázás, ami azt gondolom, hogy nagyon jellemző. Így van, köszönöm, igen, a kannázás is. Sőt, volt olyan év, ahogy iskolánk tanulói gitárral, kanállal és kannával a kezükben nyitották meg a roma napokat. És természetesen, ami a kulináris élvezeteket érinti, szerintem a városból sok mindenki emlékszik már arra, hiszen sok meghívott vendégünk volt az elmúlt hosszú 13 év alatt, hogy a tyúkos káposztát az első napon főzzük meg itt az iskola udvarán, és délután, majdnem, hogy uzsonna, estevédet váltjuk ki azzal, hogy közösen elfogyasztjuk ezt a hagyományos cigány ételt. És hát közben azért sok olyan verset, illusztrációt is láttunk itt. Volt, amikor meghívtak, volt diákokat, aki azóta már valamit letett az asztalra, tehát különböző eredményeket ért el, de volt, amikor cigánykutatót is meghívtak. Így van. Volt olyan előadásunk ezen a napon, ahol egy kollega, egy pedagógus kollega kutatásai közé tartozott ez a téma is, és ő egy nagyon szemléletes előadásmóddal ismertetett meg bennünket a cigányság eredetével, vándorlásával, életével kapcsolatosan. Amire még nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egyik évben vendégünk volt dr. Horváth József, rákutató, biológus, orvos,
aki cigány származású tanulónk, a családja ma is itt él a Déli Külvároson, viszont óriási eredményeket ért el, és akkor, amikor ő itt részt vett ezen a programon, a gyermekek és a szülőkre nagyon nagy hatással volt. Mit vár ettől az előadástól? Tehát, hogy sok kérdést fog kapni? Hát nagyon remélem, hogy fogok kérdést kapni, mert hogyha fogok, akkor valószínűleg felkeltette az érdeklődésüket, még többet szeretnének tudni erről. Én nagyon alaposan felkészültem erre az előadásra, remélem kimerítő lesz, de nagyon várom a hozzászólásokat, az esetleges felmerülő kérdéseket. A Marista Általános Iskola Szent László utcai épületénél néhány hete egy hatalmas szív van a kapura téve. Hogy ez milyen célt szolgál, arról Dánielné Kacsó Andrea igazgatóval beszélgettünk. Mint kiderült, Kopanek Dávid fémipari egyéni vállalkozótól és munkatársaitól, Tóth Jánostól kapta a fölajánlást az iskola. Már régóta gyűjtik a kupakokat a gyerekekkel, szülőkkel együtt, és beteg gyermeket támogatnak a befolyt összeggel. Most Olánoel Csaba kisújszállási kisfiút támogatják. Nagyon örülünk ennek a piros szívnek, ami díszíti most az iskolánk ebédlője melletti kerítésrészt. Kompanek Dávid fémipari egyéni vállalkozótól és az ő közvetlen munkatársától, Tóth Jánostól kaptuk ezt a felajánlást. Mi szerint tudják, hogy régóta mi gyűjtjük a kupakokat itt az iskola berkein belül a gyerekeinkkel, a szüleikkel együtt, és mindig nem ezt célra használjuk föl, beteg gyermekeket igyekszünk támogatni az ebből befolyt összeggel. Most ebben az esetben Olánoel Csabát, a kisújszállási kisfiút támogatjuk, akiről a szoljon.hu is írt januári számában. Már most második éve próbálunk az ő folyamatos kezelésére a gyerekeinkkel együtt támogatást gyűjteni, és próbáljuk segíteni egy kis pénzadománnyal azt, hogy az ő egészsége esetleg még inkább tudjon épülni, és tudják a kezeléseket kifizetni, amelyekre szükségük van. Nagyon szorítunk neki, és imádkozunk érte, hogy felgyógyuljon a kisfiú. Nagyon megköszönjük tiszta szívből, hisz egy önzetlen felajánlás volt ez, hogy Kompanek Dávidék felajánlották. Teljes, tehát a felszereléstől kezdve a lefestésen át mindent ők végeztek a szív tekintetében, és most valóban ékünk és díszünk, és köszönjük azt is, hogy a városból is többen megkerestek bennünket, hogy akkor kinek gyűjtünk, szeretnének ők is gyűjteni, segíteni a kisfiúnak. Köszönjük a további támogatást és az eddigieket is, hisz eddig is többen a városból gyűjtötték nekünk. Szomszédok, ismerősök hozták a kupakokat és adták oda az osztályainknak, akik egymással versengve szedték a kupakokat otthon is össze, meg itt az iskolában is. Az iskola szociális bizottsága minden évben talál valami olyan kis mozgalmat, amivel adományozásra, segítségadásra, támasznyújtásra neveli a gyerekeket, akár az idősek otthonához látogatnak el, vagy valóban segítenek valakinek. Nálunk ez mindig kiemelt terület, van egy szociális bizottságunk, aki alapvetően minden évben talál valami olyan kis mozgalmat, amivel adományozásra, segítségadásra, támasznyújtásra neveli a gyerekeinket, akár az idősek otthon, ahhoz látogatunk el, vagy valóban egészségében tudunk segíteni valakinek, támogatni őt. Volt olyan, hogy pénzadományt gyűjtöttek a gyerekek azért, hogy szerencsétlenül járt, nagyon nehéz helyzetbe került családon tudjanak segíteni. És olyan élménnyel és szeretettel gyűjtik, és hozzák a legkisebb pénzösszeget is a kis üvegbe, amit kirakunk ilyenkor, hogy igazán jól látni, hogy milyen jó szívvel fordulnak embertársaik felé. Most elmaradtak a jótékony vásárok, de ha lehet, majd pótolják. Itt a pedagógusok és a gyerekek együtt készülnek folyamatos kézműves tevékenységekkel, az adományokból is mindig visszaforgatnak a rászorulóknak, mert segíteni mindig jó. Elkészült a 2020-as magyar ifjúságkutatás, amelyben 15-29 év közötti fiatalokat kérdeztek meg, többek között a családalapításról és a munkavállalásról. A kutatást 2000 óta minden negyedik évben elkészítik 8000 Magyarországon és 4000 határon kívül élő magyar fiatal megkérdezésével.
A kutatásban például arról is kérdezték a fiatalokat, hogyan élnek, mit gondolnak a családalapításról, a munkavállalásról, melyek az előttük álló legnagyobb kihívások, mennyi időt töltenek az interneten, és mit tartanak megbízható információforrásnak. A kutatás eredményeiről a későbbiekben mi is beszámolunk. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!